Tesztek kitöltésével kezdődött a Demokrácia egyszer egy elnevezésű verseny regionális döntője a megyeházán. Azért is hasznos a megmérettetés, mert ennek segítségével olyan ismereteket sajátítanak el a diákok, amelyek a tantervből kimaradnak, azonban hasznosak a mindennapi életben. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumból két csapat is részt vett a vetélkedő nyíregyházi fordulóján. Én azt gondolom, hogy az előzetes anyag áttanulása után egészen jól el tudták ezt sajátítani, így is tudtunk bekerülni ebbe a második fordulóba, viszont nagyon sok új információt kaptak ezen keresztül, tehát korábban igazából akár a választással, akár az Európai Unióval, vagy kisebbségi jogokkal kapcsolatban, tehát sokkal kevesebb volt az információjuk. A verseny nem megszokott témaköröket tartalmaz, átfogó ismereteket szerezhetnek többek között a demokráciáról, emberi jogokról és a választási rendszerről is. A versenyt a Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg a Kárpát-medencei középiskolások számára. A verseny írásbeli és szóbeli része is magyar nyelvű. Összesen 159 csapat 636 diákja jelentkezett. Nagyon fontos, hogy ez a korosztály, a középiskolás korosztály, a jövendő magyar választók, a határon túlélő honfitársaink, ők is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba, ami a magyarként a magyarországi választásokon való részvétel jogát jelenti. Számunkra nagyon fontos, hogy maguk a gyerekek is információt szerezzenek, és jól érezzék magukat, de az is fontos, hogy hazavigyék ezeket az információkat. A vetélkedő sorozat előzménye egy hasonló magyarországi verseny volt. Annak a népszerűsége is eredményezte, hogy most a határon túlélő diákoknak is megszervezték. Nagyon jó tapasztalataink vannak a magyarországi vetélkedő sorozat kapcsán. Rengeteg olyan ötletet, más szemszöget kaptunk a diákoktól, amit mi felnőttként néha nem látunk, vagy nem tapasztalunk. És a választási iroda is nagyon jó tapasztalatokat szerzett ebben. Igazából az eddig lezajlott határon túli vetélkedő fordulókban is azt láttuk, hogy ők, mint határon túli magyarok, a helyi problémákat nagyon élesen látják. A diákok prezentációkkal is készültek a versenyre. Itt olyan témákat dolgoztak fel, mint például a közlekedési nehézségek, az új ukrán nyelvtörvény, vagy Kárpátalja népességének anyanyelvi megoszlása. A megmérettetés döntőjét Budapesten rendezik majd december közepén.